Egyre emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. Tegnap több mint 600 új beteget regisztráltak, csak az oltás segít. Kihelyezett ülést tartott a kormány a Hajmáskéri lőtéren. Orbán Viktor azt mondta, hálásak vagyunk a katonáknak. A Libe bizottságnak semmilyen jogköre nincs Magyarország felett, ezt mondta az igazságügyi miniszter, miután találkozott a delegációval. És tornádó, villámáradások, ítéletidő söpört végig Európán, itthon is volt dolga a katasztrófa védelemnek. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Messzes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Egyre többen kérik az első oltást országszerte, szakemberek szerint azért, mert a fertőzöttek száma is folyamatosan emelkedik. Egyetlen nap alatt 633 új esetet regisztráltak, és 5-en meghaltak a kór szövődményeiben. Jelenleg 539 ember szorul kórházi kezelésre, közülük pedig 87-en vannak lélegeztetőgépen. Az első között jelentkezett mindhárom oltásra ez a Békés Csabai nyugdíjas. Így szeretné megvédeni saját magát és családját a fertőzéstől. Sok gyógyszer szedek, és úgy érzem, hogy ez fontos. És azért mi már az elsőnél is elsőnek jelentkeztünk most, másodiknál, most harmadiknál is jelentkeztem. A legtöbben jóval nagyobb biztonságban érzik magukat az oltás után, mint előtte, ezért kérik. A világban is annyiféle betegséget el lehet kapni, meg annyi mindenbe beleesik az ember, hogy legalább amitől meg lehet menteni magunkat, azt kövessük el és próbáljuk megelőzni. Békés megyében is készenléti üzemmódban működnek az oltópontok. Orosházán és Békés Csabán naponta 200-200 ember kaphatja meg a vakcinát. Ugyan már véget ért az iskolai oltási kampány, de az orvosigazgató továbbra is arra buzdítja a fiatalokat, hogy kérjék a vakcinát. Nekik külön idősávot alakítottak ki, hogy még zöggenőmentesebb legyen az ellátás. Látjuk azt is, hogy a negyedik hullámért döntően felelős delta variáns elsősorban a fiatalabb korosztályt betegíti meg, és védettség hiányában nem csak szenvedői, hanem terjesztői is lehetnek a betegségnek. Az ő átoltottsági arányukat növelte a legutóbb befejeződött oltási kampány, iskolai oltási kampány. Folyamatosan érkeznek a páciensek a pécsi oltópontra, köztük egyre több kismama. Második oltásra érkeztem azért, hogy védettséget szerezzek, hiszen most született meg az első gyermekem. És szeretném, hogyha ő is védve lenne a vírus ellen. Ahogy nő a fertőzés szám, úgy kérik egyre többen a vakcinát. A megbetegedések többségét a korábbi vírustörzsnél jóval fertőzőbb delta variáns okozza, amely ellen csak az oltás véd, mondják a szakemberek. Zárt terekben, közösségekben nagyon-nagyon terjed. Ebből a szempontból a bárányhimlő az hasonlatos. Hát gyakorló szülők tudják, hogy egy óvodás vagy kisiskolás csoport belég, ha egy gyerkőc behozza a bárányhimlőt, és utána arra gyakorlatilag fogadni lehet, hogy a csoportnak a 90%-a el fogja kapni, amennyiben ugye az oltást még nem vették föl. Fogynak a vakcinák Zalaegerszegen is. A Szent Rafael kórházban napi 150 regisztráltat oltanak be. Az első Pfizer oltásomra jöttem. Eddig nem volt semmi probléma, nem fáj, munka miatt a munkámhoz fog majd kelleni a későbbiekben. Országszerte már csak nem 5 millió 900 ezer embert oltottak be, nagy részük pedig már az ismétlő dózison is túl van. És egyre többen kérik a harmadik vakcinát is, eddig már 760 ezeren kapták meg a megerősítő injekciót. Egy nap alatt 633 új fertőzöttet regisztráltak, és 5-en vesztették életüket a vírus szövődményeiben. 539 beteget ápolnak kórházban, akik közül 87-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Folytatódott az osztrák kormány ellen indított koronavírus per. Egy német turista is azzal vádolja az osztrák vezetést, hogy hibát hibára halmoztak a járvány kitörésekor. A kártérítési perhez később akár több ezer sértett csatlakozhat. Ők mind azt mondják, azért fertőződtek meg a tiroli síparadicsomban tavaly tavasszal, mert késve reagált az ország vezetése. A bécsi kormány azt mondja, ők megfelelően jártak el. Az Alpok Ibizájaként is emlegetett tiroli síparadicsom izsglő 2020 februárjában legburisabb arcát mutatta. Az üdülők együtt ittak, mulattak, annak ellenére, hogy a hatóságokat már értesítették arról, hogy terjedőben van a koronavírus. Itt járt az a német turista is, akinek most kezdődött a pere a bécsi polgári jogi bíróságon.
Azzal vádolják az osztrák államot, hogy késve és nem megfelelően reagált a járványgót kialakulására, és ezért betegedhettek meg olyan sokan. Ügyfelem csak nagyon rövid ideig tartózkodott Izsgben. Március 5-én este érkezett, de senki sem figyelmeztette. 3-4 nappal később elutazott. Ezt követően a fertőzésnek nagyon súlyos egészségügyi következményei lettek. Kómába esett, és még ma is vannak tünetei, mondta a német férfi jogi képviselője hozzátéve, ügyfelét legalább 100 000 eurós kártérítés illeti. Néhány héttel ezelőtt egy osztrák újságíró hozzátartozói szintén 100 000 euró, vagyis 36 millió forint kártérítést követeltek a kormánytól. Állításuk szerint a 72 éves Hannes Schoff a tiroli síparadicsomban fertőződött meg, majd később belehalt a koronavírus szövődményeibe. Ez az ügy az igazságról szól és a hatóságok által elkövetett hibákról, amit el kell ismerniük. Az érintettek közül sokan még élhetnének. Nem úgy, mint az édesapám. Ez nem csak róla szól, hanem mindenkiről, nyilatkozta akkor az elhunyt férfi fia. Ám a sértetteket támogató osztrák fogyasztóvédelmi csoport szerint még perek tucatjai várnak az osztrák bíróságra. A felperesek száma pedig akár 500 főre is emelkedhet. Emellett több országból mintegy 3000 sértett nemzetközi szervezetek támogatásával csoportos jogi eljárást kezdeményez Ausztria ellen. Ők is azt állítják, hogy Izsgben kapták el a koronavírust. Az osztrák kormány tagadja, hogy helytelenül járt volna el. Szerintük az akkori ismeretek szerint megfelelően reagáltak a koronavírus járványra. Szerbiában egyre több kórházban csak a sürgős eseteket látják el. Számos egészségügyi intézményben ugyanis már megteltek a Covid osztályok, így több helyet kell felszabadítani a fertőzöttek számára. A betegek között sok a fiatal, többségük ugyanis nincsen beoltva. Közben egyetlen nap alatt ismét több mint 8000 teszt lett pozitív, és 45-en haltak meg a betegség szövődményeiben. Szabadkáról Dóró Alen jelentkezett. Egyre nagyobb nyomás alatt vannak az egészségügyi intézmények is, a kórházak is, és hát sajnálatos módon így van ez Szabadkán is. És el kell mondani, hogy ennek egyik fő oka, hogy az oltakozási kedv eléggé lelassult itt az országban, a lakosság átoltottsága meghaladta ugyan az 50%-ot, de itt Észak-Vajdaságban még ettől is alacsonyabb, itt Szabadkán csak 45% körüli. Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével kihelyezett ülést tartott a kormány a Hajmáskéri lőtéren kialakított tábori sátorban. A kormányülés egyetlen napi rendi pontja a magyar haderőfejlesztés áttekintése volt. Orbán Viktor és a kormány tagjai az ülés után megtekintették a Magyar Honvédség őszi hadgyakorlatát is. Szeretnék összes mindannyiunknak gratulálni. Tudjuk, hogy mennyi meló van benne, mennyi előkészület, meg sok év fölkészülés is. És mindannyiuknak köszönjük, hogy összerakták számunkra ezt az ászlóaljat, amely, ha jól értem, akkor nem a jelen, hanem a jövő. Örülünk annak, hogy vannak fiatalok Magyarországon, akik ezt a szakmát választják, nem a könnyű, hanem a nehezebb utat választják. Én még egyszer mindenkinek gratulálok, hálásak vagyunk azért, amit láthatunk, köszönjük a szolgálatukat, és a következő évekre sok sikert kívánunk. Állampolgárságot és szavazati jogot is adna Brüsszel a betelepített bevándorlóknak, erről beszélt Kovács Zoltán, miután az Európai Bizottság közzétette migrációs stratégiájának új elemét. Az államtitkár azt mondta, Brüsszel továbbra is szervezni akarja a migrációt, ám a magyar kormány ezt nem támogatja és nem hagyja. Itthon egyébként egyre többen próbálkoznak átjutni a déli határon illegálisan, tavalyhoz képest idén 3-szor annyi embert kaptak el. A magyar rendőrség tette közzé ezt a felvételt, néhány napja készült a déli határkerítésnél. Az látszik rajta, hogy illegális bevándorlók próbálnak bejutni az országba egy létra segítségével. Mielőtt azonban ez sikerülhetett volna nekik, megérkeztek a hatóságok. A migránsok így visszamásztak Szerbia felé, csak hogy közben annyira dühösek lettek, hogy a létrát a rendőrautó szélvédőjének ütötték, ami így berepett. Más támadás is történt a napokban. A múlt hétvégén Ásotthalom közelében 4 migráns beton és földarabokkal dobálta meg a rendőrök autóját, és nem ők voltak az egyedüliek. Szeptemberben ugyanis egymást érték a hasonló esetek. Ezekről is tett közzé fotókat a magyar rendőrség. Azt írták, a migránsok egyre agresszívabbak.
A határsértők egyre nagyobb csoportokban próbálkoznak illegális határátlépéssel. Szeged-Gyálarét külterületén csütörtök délelőtt egy 54 fős csoportot állítottak meg a rendőrök. Ezt a 22 migránst pedig a Bács-Kiskun megyei határszakaszon fogták el reggel. Közben Nagycenken 39 migránst találtak egy szerb férfi autójában. A bevándorlók azt sem tudták megmondani, hogy milyen állampolgároknak vallják magukat. Az utánpótlás Szerbia felől folyamatos és egyre nagyobb. Ez a határ szerb oldalán is látszik, ezeket a felvételeket csütörtökön készítette ott az M1 stábja. De ugyanez érezhető az egész ország területén. Az észak-macedón szerb határhoz közeli Presevói befogadóközpont a napokban szinte teljesen megtelt. A migránsok valamennyien arról beszéltek a híradónak, hogy nem akarnak Szerbiában maradni és Magyarország felé tartanak. Onnan Németországba, Olaszországba szeretnék menni, mondta ez a török fiatal, aki úgy fogalmazott, problémái voltak saját országában, ezért indult útnak. Csak hogy hazánk évek óta ellenáll az illegális bevándorlásnak, a kormány kerítéssel, rendőrökkel és katonákkal, valamint jogi eszközökkel is védi Magyarországot. Nemrég pedig a nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltő magyarok is kiálltak a bevándorlás elutasítása mellett, és a többség arra szavazott, hogy nincs szükség kötelező szétosztásra sem. Nem is lehetett volna aktuálisabb az ezekkel kapcsolatban feltett kérdéssor. A nemzeti konzultációban feltett kérdések azért is aktuálisak, mert idén már több mint 81 ezeren kíséreltek meg illegálisan Magyarországra jutni. Erről a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár beszélt. Kovács Zoltán hozzátette, Brüsszel azonban továbbra is a korábbi állásponton van. Az Európai Bizottság éppen szerdán tette közzé az új migrációs stratégiáját, amiből kiderül, továbbra is szervezni akarják a migrációt és a betelepítésen gondolkodnak. Ne legyen senkinek kétsége, az európai baloldal nem csak, hogy migráció bevándorlás párti, hanem most már konkrétan olyan tervekkel áll elő, amely állampolgárságot és szavazati jogot adna a betelepült migránsoknak. És arról se legyen kétségünk, hogy a magyarországi baloldal is erre készül, hogyha a választásokon nyerne. Bevándorló ország lesz-e Magyarország vagy sem? Ez a tétje a 2022-es választásoknak. Ezt már a Fidesz frakció szóvivője mondta. Halász János felhívta a figyelmet arra, ha a baloldal kerülne hatalomra, ők végrehajtanák Brüsszel és a soros hálózat követelését, vagyis migránsokat telepítenének be Magyarországra, de sorra teljesítenének minden más megrendelést is. A nemzetközi baloldal bevándorló kontinenst akar csinálni Európából. Így akarják lebontani a nemzetállamokat, a nemzeti identitást, az európai keresztény kultúrát, és így akarnak a baloldalnak szavazótömegeket szerezni. Halász János úgy fogalmazott, nem szabad hagyni, hogy a baloldal hazánkból bevándorló országot csináljon, ezért is fontos, hogy minél többen aláírják a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót. Magyarország gázellátása nem lehet sem ideológiai, sem politikai kérdés, ugyanis ideológiával és politikai nyilatkozatokkal nem lehet fűteni a lakásokat, és nem lehet működtetni az ipart. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután a szerb belügyminiszterrel üzemi nyomás alá helyezte a szerb-magyar gázvezetéket Kiskun-Dorozsmán. Szijjártó Péter úgy fogalmazotta, magyar emberekkel szemben az állam egyik legfontosabb kötelessége az energiaellátás garantálása, amely egyben szuverenitási kérdés is, mivel ha ez nem teljesül, akkor az ország kiszolgáltatottá válik. Szeretnénk világossá tenni, hogy sem Ukrajnának, sem egyetlen egy másik országnak sincsen semmi köze ahhoz, hogy mi magyarok kivel, miről és hogyan állapodunk meg. Senkinek nincsen jogok megakadályozni azt, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát. Senkinek nincsen joga ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a magyar emberek lakásait és házait fűteni lehessen. Senkinek nincsen joga megakadályozni azt, hogy az ipar működéséhez szükséges energiahordozókat megvásároljuk. A meghallgatások során senki sem tudta bizonyítani, hogy Magyarországon sérülne a jogállamiság. Erről beszélt az M1-nek a Libe Bizottság delegációban résztvevő francia és spanyol képviselő is. A két politikus szerint a hétfős küldöttség másik öt baloldali tagja már előre eldöntötte, milyen véleményt képvisel majd, bármi legyen is az igazság.
A Magyar Igazságszolgáltatás képviselőin elkezdte napját a Libe Bizottság küldöttsége csütörtökön. A delegáció tagjai szerdán érkeztek Budapestre, azt állítják, átfogó képet szeretnének kapni a magyar jogállamiság helyzetéről. A főleg baloldali képviselőkből álló uniós küldöttséget az a francia zöldpárti politikus vezeti, aki Judit Sargentini távozása után átvette a Magyarország ellen indult uniós eljárások ügyeit. A Magyarországot elügyéhez hasonlóan évek óta bíráló Gwendoline Delbos Corfield legutóbb a gyermekvédelmi törvény kapcsán követelte hazánk uniós szavazati jogának felfüggesztését. A vele együtt hétfős küldöttség 5 tagja azt az álláspontot képviseli, hogy a jogszabály csorbítja a demokráciát Magyarországon. A delegációba az utolsó pillanatban bekerült a Momentumos Donát Anna is, annak ellenére, hogy a politikus delegáló liberális EP frakció eredetileg egy másik képviselőt küldött volna. Donát Anna szerdán a közösségi oldalán fejtette ki, magától értetődőnek tartja azt, hogy lehetőséget kapott a Magyarországot érintő vizsgálódásban, miközben, ahogy fogalmazott, szerinte a magyar kormányfő menekül a kérdések elől. We are here to work on democracy and rule of law topics. A Momentumos Donát Anna a bejegyzést nem sokkal azelőtt tette közzé, hogy az MH stábja a Libe delegáció vezetőjének szeretett volna kérdéseket feltenni, sikertelenül. Does your mission include inquiries about the child protection law here? Now we need to work. Miközben Gwendoline Delbos Corfield az újságírók előtt részletesen taglalta, hogy miért jött Magyarországra. Hiába próbáltuk megtudni tőle, mivel indokolja, hogy a Libe bizottság többsége szerint vissza kellene vonni a magyar gyermekvédelmi törvényt. A baloldali képviselő arra hivatkozott, hogy sietnie kell, és válaszok helyett bement az épületbe. A találkozókból az derül ki, hogy Magyarország tiszteli a jogállamiságot. Néhány, főleg szélső baloldali kollégám azonban már előre eldöntötte, milyen véleményt fog képviselni, szemben azzal, hogy mi az igazság, és mit mondanak el nekünk azok, akikkel beszélünk. Ezt már a delegáció spanyol tagja mondta csütörtökön. Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióját képviselő Jorge Buchade Villalba úgy fogalmazott. A vizsgálódás pusztán színjáték, amelynek célja, hogy politikai ideológiák alapján ítéljék el Magyarországot. Nicolas B. francia EP képviselő szerint ennek része, hogy a küldöttségben a Momentumos Donát Anna is helyet kapott, holott korábban Lengyelország esetében a bizottság elutasította, hogy egy lengyel-európai parlamenti képviselő is részt vegyen a saját hazája ellen indított misszióban. A meghallgatások során senki sem tudta bizonyítani azt, hogy Magyarországon sérülne a jogállam. Egyetlen konkrét példát, semmiféle adatot, bizonyítékot sem tudtak mutatni nekünk. A magyar kormányt kizárólag politikai vádak érik olyanok részéről, akik vállaltan a Fidesz ellenfelei. A hétfős delegáció 5 tagja nyíltan ellenzi az Orbán Viktor által képviselt intézkedéseket. Abszolút nem egy független, elfogulatlan delegáció érkezett Budapestre, hanem egy olyan, amelyik úgy vélem, a vizsgálódás végeredményét is előre megírta. Ennek semmi köze nem lesz a valósághoz, mondta Nicolas B. A politikus hangsúlyozta, Brüsszel ezúttal a gyermekvédelmi törvény kapcsán támadja és fenyegeti Magyarországot, pusztán azért, mert a magyar kormány nem fogadja el az unió diktátumait. Délután a magyar kormány tagjaival tanácskozott a Libe Bizottság. Varga Judit igazságügyi miniszter a találkozó után azt mondta, világossá tette a delegáció számára, hogy hazánk szabad, szuverén ország. Egyedül a magyar nép demokratikus döntése az, amelynek a magyar kormány meg fog felelni, legyen szó családpolitikáról vagy bevándorláspolitikáról. Egyedül a magyar nép demokratikus döntése az, amelynek a magyar kormány meg fog felelni, legyen szó családpolitikáról vagy bevándorláspolitikáról. A magyar kormány jogi érvekkel alátámasztott, nagyon határozott álláspontját közölte a Libe Bizottság képviselőivel. Jelentette ki Varga Judit, miután fogadta az uniós testület küldöttségét. Az igazságügyi miniszter hozzátette. A beszélgetés elején egyértelművé tette, hogy Magyarország független, szabad, szuverén ország. Az Európai Unió teljes jogú tagja, amely felett a Libe Bizottságnak semmilyen jogköre nincs. Azt mondta, azt is tisztázták, hogy a jogállamisági viták értékviták. Az európai intézmények, az európai baloldali többség nem hagyják annyiban, hogy Magyarország nem engedi az LGBTQ propagandát az óvodákba, az iskolákba, hogy meg akarjuk védeni a gyermekeinket,
Mindezt egyébként az európai értékek és jogszabályokkal alátámasztva tesszük, hiszen az Európai Alapjogi Charta is kimondja, hogy az a szülő és a család joga, hogy meghatározza a gyermeke nevelését. Közölte, egyértelművé tették, hogy nem hagyják, hogy Magyarországra erőltessenek egy olyan bevándorlás politikát, amivel a magyar emberek nem értenek egyet. Éppen ezért Magyarország a szuverenitása jegyében mindig megvédi a határait, és nem enged a bevándorlás párti nyomásnak. Hozzátette, ne legyenek illúzióink, hiszen Brüsszelben is megkezdődött a Magyarországgyűlési választási kampány, amiben a baloldalnak segítenének. A hétfős brüsszeli delegáció a magyar jogállamiság vizsgálata miatt érkezett Magyarországra. Az ömében balliberális képviselőkből álló csoport elsősorban kormánykritikus és baloldali politikusokkal, civil szervezetekkel egyeztet, csak néhány kivétel van. Ez olyan volt, mint a Tanú című filmben, már készen van az ítélet. Csak alibi volt a meghallgatás, nyilatkozta az M1-nek Schmidt Mária, miután szerdán vele is találkozott a brüsszeli küldöttség. A 21. század intézet főigazgatója azt mondta, értelmezhetetlen kérdéseket tettek fel a képviselők, például a szabadságjogokra vonatkozóan, amik szerintük nem érvényesülnek Magyarországon. Schmidt Mária azt mondta, kikérte magának a minden alapot nélkülöző feltételezéseket. Mi elég sokat harcoltunk a szabadságért, megtapasztaltuk azt, amikor nincs, nekünk a szabadság és a demokrácia fontos, és nálunk minden szabadságjog érvényesül. A szólásszabadság, a gondolkodásszabadság, a sajtószabadság, nálunk nincsenek politikai foglyok, tehát nem tudom, hogy miről beszélnek. Egy óriási ellentmondást tapasztalunk itt. A balliberális fősodor a jogállamiságot és a demokráciát kéri számon Magyarországon, közben rá akarják kényszeríteni a saját értékrendjüket azokra a tagállamokra, amelyek más kultúrát akarnak, más családpolitikát, más migrációs politikát, mint ők, jelentette ki Fritz Tamás az M1-en. A politológus ugyanakkor hangsúlyozta, a jogállamiságnak viszont az a lényege, hogy az önkény ellen védjen. Pont azt látjuk, hogy miközben a jogállamiságot kérik rajtunk számon, ők azok, akik a jogállamisággal szembe menő módszerekkel tulajdonképpen Magyarországra és Lengyelországra rá akarnak kényszeríteni egy érték életmódot, világlátást, értékrendszert, kultúrát, ha tetszik, és ebben minden eszközt megragadnak, látjuk már korábban még csak a vita szintjén és a politikai támadások szintjén, most már pénzügyi eszközökkel is megpróbálják ezt a fajta céljaikat elérni. A vizsgálat várható eredményéről szólva kiemelte. 2012 óta folyamatosak a Magyarországról szóló meghallgatások a LIBE bizottságban, és eddig is csak olyan helyzeteket teremtettek, amelyekben csak nekik lehetett igazuk. Bár még mindig nem sikerült az összes szavazatot megszámolni a baloldali előválasztáson, az már látszik, hogy Gyurcsány Ferenc felesége nyerte a miniszterelnök jelölti versenyt. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint mindez nem meglepetés, hiszen Gyurcsány Ferenc az elmúlt években maga alá gyűrte a teljes ellenzéket. Reagált a Fidesz is, a kormánypárt is úgy látja, mindegy is ki lesz végül a befutó, a végén úgyis Gyurcsány Ferenc marad. Minden úgy alakult a színjátékban, ahogy azt Gyurcsány Ferenc eltervezte. Ezt írt a közösségi oldalán Kocsis Máté, a baloldal előválasztási akciójára utalva. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmaz, Gyurcsány Ferenc bedarálta a Momentumot, az LMP-t és megsemmisítette a Jobbikot is. Az MSZP-t már rég kinyírta. Az is végleg eldőlt, hogy nincs a baloldalon semmilyen új lendület, új arcok. Gyurcsány Ferenc az egyeduralkodó, az ő vezetésével a kudarcos múlt emberei térnek vissza. Kocsis Máté bejegyzését végül úgy zárja, folytatódjék hát a színjáték a baloldalon, de a végén biztosan csak egy nevet, Gyurcsány Ferenc. Megint ránk marad a feladat, hogy legyőzzük jövő tavasszal, készüljünk. A baloldali előválasztás első fordulójának továbbra sincs végleges eredménye, de az eddig ismert adatok szerint Gyurcsány Ferenc felesége győzött. Karácsony Gergely csak a második, Márki-Zay Péter a harmadik. A Gyurcsány Show szereplői közül hárman maradtak a színpadon. Gyurcsány felesége, Gyurcsány balfék haverja és egy statiszta. Ezzel a videóval reagált a Fidesz az előzetes eredményre. Szerintük mindegy is, ki lesz végül a befutó, ahogy fogalmaznak, a végén úgyis Gyurcsány marad. Az előválasztási kampányban többször előkerültek a 2006-os események, az összödi beszéd és a tüntetéseket leverő gyurcsányi terror. Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc feleségeként mindig igyekezett rövidre zárni ezt a témát,
A jelöltek egyik televíziós vitájában például úgy fogalmazott, elképesztő, hogy az embereket mennyire nem érdekli az, hogy mi az, ami elválasztott minket a múltban. És ő volt az, aki egy interjúban közölte, mérhetetlenül büszke volt az Összödi beszédre, és szerinte több rendőr sérült meg 2006-ban, mint tüntető. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta, érthető, hogy Dobrev Klára nem akar emlékezni a múltra. Gulyás Gergely szerint embereket véresre veretni és kilövetni a szemüket, az csak a diktatúrák sajátossága. Nyilvánvalóan apró piroska gyermekének, Dobrev Klárának ezek a mondatai a múlttal kapcsolatosan érthetőek, mert nekik az a legjobb, hogyha a múltról nem kell beszélni. Generációk óta nekik az a jó. És félreértés ne essék, senki nem tehet arról, hogy ki az apja vagy a nagyapja, de hogyha ugyanazt folytatja, arról igen. Az előválasztás színjáték, nincs érdemi verseny, a baloldal már korábban megállapodott. Erről beszélt a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Rotyis Bálint szerint Gyurcsány Ferenc irányít, és nincs olyan baloldali párt, amelyik le tudná törni a DK elnök hatalmi ambícióit. Gyurcsány Ferenc egyértelműen a baloldali politikának a központjában áll, ő osztja alapokat. Hogyha van olyan személy, aki Magyarországon az előválasztás első fordulója után nyertesnek jelenteti ki magát, az Gyurcsány Ferenc, hisz vagy a felesége Dobrev Klára, vagy a volt alkalmazotta Karácsony Gergely foglalhatja el a miniszterelnöki jelölti pozíciót. A Nézőpont Intézet legfrissebb közvéleménykutatása szerint a baloldali előválasztás hatástalan volt a pártok támogatottságára. Szeptemberben csak hiba határon belül változott a két politikai tábor közötti különbség. Ugyanakkor Gyurcsány Ferenc elrettentő erejét mutatja, hogy a minimális elmozdulás a Fidesznek kedvezett. A biztos szavazók közül a Fidesz 53, az Egyesült Baloldal a szavazatok 45%-át szerezné meg, ha most lenne a választás. 18 millió forint készpénzt találtak abban az autóban, amellyel a baloldali előválasztás ózdi szervezője szenvedett balesetet még múlt héten az M3-as autópályán, ezt az Origo írta meg. A pénz mellett szavazólapok is előkerültek a kocsiból. Az ózdi előválasztás körül nem csak ez az egyetlen furcsaság, a helyiek szerint a Jobbik ottani emberei több módszerrel is igyekeztek befolyásolni a végeredményt. 18 millió forint készpénzt találtak a Gyurcsány Show ózdi szervezőjének BMW-jében, erről ír az Origo. Alapinformációi szerint a pénzt rengeteg előválasztási szavazólap mellett találták meg, a rendőrségen pedig eddig senki sem jelentkezett érte. Gödöllő térségében még a múlt héten történt baleset az M3-as autópályán. Nem sokkal később kiderült, hogy a luxusautót az a B. László vezette, aki a Jobbik megbízásából koordinálta az előválasztást Ózdon. A feladata az volt, hogy a náci karlendítés miatt botrányba keveredett Farkas Péter Barnabás jelenlegi alpolgármester kampányát segítse. A baleset helyszínére később a bennfentes munkatársai is elmentek, akik felvételeket is készítettek az úton szétszóródott szavazólapokról. Míg az ügyről folyamatosan derülnek ki újabb részletek, Ózdon közben egy másik botrány is körvonalazódik. Több helyi arról panaszkodik a közösségi médiában, hogy egy férfiakból álló csoport szavazatuk leadásában akadályozta azokat, akik nem a Jobbikot támogatják. Erről a Hír TV felvételeket is közölt. Az ózdiak közül pedig volt, aki azt írta, egyszerűen eltávolították őt a sátorból, más képeket is csatolt, alatta pedig úgy fogalmazott, vajon ők az ellenzéki előválasztás tisztaságát őrzik, a rendőrségnek mikor fog vajon feltűnni. Egy másik bejegyzésben pedig az áll, szégyen, hogy ez megtörténhet. Ózd egyik önkormányzati képviselője szerint az ügy mögött is B. László állhat. Fidrus Péter a közösségi oldalán úgy fogalmaz, B. László olaszliszkai mély szegénységben élő embereket bérelt fel erre a célra. Testvérem, 3000-et adtak, nem mondom őszintén, nekem jó jött, testvérem. Közben a pesti srácok információi szerint szavazatvásárlás is történhetett. Az általuk megkérdezettek azt mondták, 3000 forintot kaptak egy Farkas nevezetű embertől azok, akik a Jobbik jelöltjére adták le a voksukat. Azt egyelőre nem tudni, hogy a pénz honnan származik. A náci karlendítős jobbikos Farkas Péter Barnabás egyébként végül elveszítette az előválasztást.
Kitört a Jobbikban a palota forradalom Jakab Péter csúfos szereplése miatt, így tudja Volner János, aki évekig a párt tagja volt. A Független Országgyűlési képviselő a közösségi médiában arról ír, a csalódás óriási, többen is rendkívüli kongresszust és tisztújítást követelnek a pártelnök kínos lebőgése miatt. Volner János úgy fogalmaz, sokan csak most szembesültek azzal, hogy Jakab tényleg Gyurcsány csicskája lett, de hiába a szolgálatkészség, a Jobbik végül feloldódott a baloldalban. Az európai gazdaság nem lehet sikeres a visegrádi országok sikere nélkül, erről beszélt Varga Mihály a V4 országok pénzügyminisztereinek találkozója után. A tárcavezetők több dologban is egyetértettek, például, hogy három fő témára kell összpontosítani a közeljövőben. Ezek a gazdaság újraindítása, a biztonság megteremtése, valamint hogy aktívan részt vegyenek az uniós vitákban. Elsőként Varga Mihály írta alá azt a nyilatkozatot a V4-es pénzügyminiszterek közül, amelyben rögzítették, hogy a szövetség a jövőben három fő témára összpontosít. Így a gazdaság újraindítására, a biztonság megteremtésére, illetve hogy az Európa jövőjéről szóló vitákban a V4-ek aktívan kivegyék a részüket. Több nyilvános számadat is alátámasztja, hogy a visegrádi négyek országainak gazdasága a koronavírus járvány előtt gyorsabb növekedést produkált, és a koronavírus után gyorsabb visszarendeződést mutat, mint az Európai Unió egésze. Varga Mihály arról beszélt, hogy az európai gazdaság újraindítása nem lehet sikeres a V4-ek erősödő teljesítménye nélkül. A miniszter kifejtette, a V4-ek gazdasága a járvány előtt gyorsabb növekedést produkált, és a válság során is jobban teljesített az uniós átlagnál. A miniszter külön beszélt a magyar gazdaság teljesítményéről, azt mondta, 2021-ben a GDP 7-7,5%-kal növekedhet. Ennek köszönhetően a gyermekes munkavállalók jövő év elején biztosan visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat az átlagbér szintjéig. A miniszter hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai céljai, ahogy eddig, úgy a jövőben is a családok és a vállalkozások támogatása, a beruházások ösztönzése, az adók további csökkentése. A lengyel pénzügyminiszter is a hatékony adózást nevezte a jövő egyik legfontosabb feladatának. Igazságos adórendet szeretnénk bevezetni egész Európában. Így szeretnénk csökkenteni például az adócsalásokat. Ennek érdekében digitalizálni kellene az összes adózással összefüggő pénzügyi folyamatot. És szeretnénk, ha minél hatékonyabb lenne az adóügyi együttműködés a tagországok között, mondta a lengyel pénzügyminiszter. A visegrádi négyek pénzügyminiszterei megegyeztek abban, hogy együttműködnek az adócsalások elleni küzdelemben, de összehangolják a klímavédelmet segítő gazdasági lépéseiket is, és növelik a családok támogatását. A közös nyilatkozatban kitértek arra is, hogy továbbra is együttműködnek a külső határok védelmében, az illegális migráció elleni küzdelemben. Varga Mihály ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az Uniótól nagyobb szerepvállalást várnak el a külső határok megerősítéséhez. Közös egyetértés van a V4-ek tekintetében a illegális migráció alapkérdéseiben. Nem értünk egyet a kvóta rendszerrel, nem értünk egyet azzal, hogy az illegális migrációt Brüsszel még bátorítja is. Ellenben azt mindenképpen jelezzük Brüsszel felé, hogy a határvédelem költségeit, érintsen az bármelyik országot is egyébként, abba nagyobb részt kell, hogy vállaljon az Európai Unió a korábbiaknál. Varga Mihály beszélt az uniós finanszírozási kérdésekről is. Azt mondta, folytatják az egyeztetéseket az Európai Bizottsággal. A Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv minden szempontból megfelel az elvárásoknak. A programot még idén elindítják a megállapodástól függetlenül. A kormány elkötelezett a munkát terhelő adók folyamatos csökkentése mellett. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a munkaerő kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csoport budapesti irodájának avatásán. Szijjártó Péter azt mondta, az adócsökkentés hozzájárul a foglalkoztatottság növekedéséhez és ezáltal a gazdaság bővüléséhez. Hozzátette, a kormány immár 11 éve olyan gazdaságpolitikát folytat, amely a segélyezés helyett a munkahelyteremtésre fókuszál. Én azt gondolom, hogy az eredmények önmagukért beszélnek, és helyes volt a válságra adott válaszként is kitartani a stratégiánk mellett.
hiszen ma Magyarországon rekordot jelentő 1700 milliárd forintnyi beruházást finanszírozunk, és 270 ezer munkahelyet meg tudtunk védeni. Járműipari kutatás-fejlesztési központot hozott létre Budapesten a német ThyssenKrupp. A beruházás több mint 2 milliárd forintból valósult meg. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, több mint 1000 mérnököt foglalkoztató kutatóközpont a legfejlettebb technológiai felszereltséget hozza Budapestre. Szijjártó Péter kiemelte, a beruházás egy újabb bizonyítéka annak, hogy a német vállalat hosszú távon elkötelezett Magyarország mellett. Az elektromobilitásra épülő időszakban is mi azt szeretnénk, hogy a hagyományos autóipari időszakhoz hasonlóan Magyarország nemzetközi összehasonlításban is fontos szerepet játszon, és azáltal, hogy a jövő autóiparának megoldásait itt kutatják és fejlesztik ki, ezáltal ehhez a célunkhoz is hozzájárulnak. Ezért a kormány ez a 2,2 milliárd forintos beruházáshoz 282 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatást biztosít. Válságállónak bizonyult a vasúti áruszállítás az elmúlt másfél évben. Erről egy vasúti konferencián beszélt ugyancsak a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a vasút segíthet abban a célban, hogy a Kína és Európa közti kereskedelem egy jelentős része Magyarországon keresztül történjen. Az a tény, hogy 40-70 teherautó rakományát egy tehervonat el tudja vinni, azok mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a világjárvány egyik nyertese, győztese az éppen a vasúti teherszállítás lesz. Újabb rendezvénnyel színesedett a vadászati világkiállítás, megnyílt a Fehova Plus kiállítás a Hung Expo-n. A négynapos vásáron a vadászatot, a horgászatot és természetjárást képviselő cégek mutatják be termékeiket. A Fehova mellett ma is egymást érték a programok, nemzetközi konferencia és interaktív látnivalók is várták az érdeklődőket. Kézbe lehet venni a puskákat, van bőven választék, távcsöves, golyós, sörétes, sorakoznak egymás mellett a standokon, ahogy a különböző kések és ruhák is. A vadászat, a horgászat és a természetjárás képviselői több mint 100 cég mutatja be termékeit és szolgáltatásait. Először megnéztük a kiállítást, tetszik, színvonalas, és utána átjöttünk ide, és itt nézelődünk, minden évben szoktunk jönni. Meg lehet ismerkedni a vadászcipő készítésével, és azzal is, hogyan preparálják az állatokat. A Fehova Plus 4 napon át tart, februárban elmaradt a vására koronavírus járvány miatt, most külön pavilonban pótolják. A világ kiállításra váltott belépőjegy érvényes ide is. A legújabb fegyverek, legújabb távcsövekkel lehet találkozni, illetve az új vadászdivattal is lehet találkozni, ami egyébként hagyományőrző, de azért itt azokat a vadászruhákat, amiket most kijöttek a piacra, azokat meg lehet vásárolni. Folytatódtak a világkiállítás programjai is, népszerűek a szimulátorok, akár sasként is lehet repülni. Egyszer szeretnék madár lenni így ez alapján, úgyhogy hatalmas élmény. A hagyományos látnivalók mellett az interaktív, modern eszközök is nagy hangsúlyt kapnak. Minden pavilonban vannak háromdimenziós bemutatók és játékok. Hogyha egy csarnokba bemennek a virtual reality-be, a virtuális részbe, akkor ott azon kívül, amit itt látnak statív kiállítást, például lehetőségük van arra, hogy a kiállított vizágnak lehúzzák a kültakaróját, a bőrét, látják a csontozatát, látják, hogy mozog, mozgás közben milyen az izomzata. Tehát olyan plusz edukatív tartalmakat adunk, ami azt segíti, hogy közelebb vigyük őket a természet megkedveléséhez. Több mint 100 országból érkeztek kiállítók a Hung Expo-ra, külön standdal képviselteti magát Szlovákia. Nagyon örülök, hogy Szlovákia részt vehet a világkiállításon. Magyarországhoz hasonlóan mi is kiemelten támogatjuk a fenntartható erdő- és vadgazdálkodást. Úgy gondolom, hogy a két ország példaértékű szerepet tölt be az európai természetvédelemben. Fogalmazott a szlovák védelmi miniszter Jaroszláv Nagy. Nemzetközi fórumokat is tartottak csütörtökön, folytatódott a vadgazdálkodási konferencia, és szó volt a női vadászok helyzetéről is. Egyre több hölgy választja magának hobbiként, akár, de akár szakmaként is a vadászatot. Igen, ez egy picit férfias világ, amiben nekünk érvényesülnünk kellett, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 18 év alatt azért nagyon sokszor bebizonyítottuk, hogy tudunk is, akarunk is tenni a vadászatért, mint közös ügyünkért. A világkiállítás rendkívül népszerű. 5 nap alatt több mint 70 ezeren látogattak el a Hung Expo-ra. A Fátyol iskola programra pedig mostanáig már 50 ezer diák regisztrált.
A vadászati világkiállítás szervezői továbbra is azt kérik a látogatóktól, hogy aki tudja, közösségi közlekedéssel közelítse meg a Hung Expo területét. A helyszín a BKK járatai mellett a Volánbusz ingyenes elektromos buszaival is elérhető. A dugók elkerülése érdekében viszont autóval nem lehet behajtani az Albert-Tirsai útra. Látványos lovas bemutatót tartottak ma a Kincsen Parkban, az ősi magyar vadászat hagyományait idézték fel. A lovak mellett az agarakkal és solymokkal történő vadászatot is bemutatták a közönségnek. A vadászati világkiállítás részeként több hasonló izgalmas kísérő program várja látogatókat. Érdemes átlapozni a programfüzetet. A legősibb lovas vadászati technikák között lasszóval, íjjal és puskával is vadásztak a célpontokra a Kincsen Parki bemutató. A látványos műsor része volt az is, amikor a lovas rávetette magát az elejteni kívánt vadra. A mutatványt egy kaszkadőr végezte, de a cél az volt, hogy hitelesen bemutassa, miként vadásztak az ősi magyarok. Szinte az ország minden részéről érkeztek a történelmi bemutatóra. Főként kisdiákokkal telt meg a park lelátója, akik kifejezetten élvezték a rendhagyó történelem órát. Szerintem, amikor kilőtték a lufikat, mert hát azért nem minden nap látni ilyet. Hogy puskával lövöldöznek. A lovakon kívül más állatok is szerephez jutottak. Az agárral és a sólyommal történő vadászatot is szemléltették a lovasok. A sólyom gazdája azt mondja, ahhoz, hogy a bemutatón minden a terv szerint haladjon, lelkileg is az állatokra kell hangolódni. Az ember nem csak fizikálisan, hanem lelkileg is felkészül egy bemutatóra, és a rituálé része az, amikor a lovát megpucolja, felnyergeli, előkészíti a solymát, tarisznyáját, belekészíti a húsfalatokat, amivel fogja majd ott az idomítás bemutatni, illetve amikor az ember beöltözik abba a viseletbe. A Történelmi Lovas Egyesület fél év alatt készítette el a műsort. Ehhez az ország szinte minden pontjáról érkeztek segítők és lovasok. Ez a bemutató és ez a csapat, ez úgy jött össze, hogy ugyan a Történelmi Lovas Egyesület gondozásában volt a bemutató, de már az elején azt találtuk ki, hogy minél több baráti szervezetből szólítunk meg embereket, bajtársakat, barátokat, és így összehozunk egy ilyen csapatot, és ezekkel gyakoroljuk ki ezeket a bemutatókat. Úgyhogy igazából ez volt ez a fél éves munka. Hasonló jellegű lovas bemutató korábban nem készült még. A műsor a vadászati és természeti világkiállítás részeként debütált. Kisorsolták a Nemzeti Vágta nemzetközi futamának indulóit Bábolnán. A hagyományos lovasverseny döntőjét a hétvégén rendezik a fővárosban. A hazai és határon túli lovasok mellett további 12 ország versenyzői neveztek. A nemzetközi előfutamok vasárnap lesznek, a döntőben pedig 6-an versenyezhetnek majd. Magyarország. Egy dobozból húzták ki a nemzetközi futamokon indulók sorrendjét. A versenyző nemzetek között van például India, Mongólia, de az angol királyi gárdából is érkeztek lovasok. Mindannyian a bábolnai nemzeti ménesbirtokról kapott, saját tenyésztésű, sági arab, őshonos magyar lófajtával indulnak majd. Most kipróbálják a lovasok őket, majd lent a nagypályán. Fönt a Kincsen Parkba fogják élesbe kipróbálni őket, hogy milyen gyorsak, meg ott mérik fel a lovasok igazából, hogy miben jó az ő lók, amiket kisorsoltak nekik, és utána pedig majd magán a Hősök terén vasárnap pedig indulnak az előfutamba velük. A nemzetközi vágtán utoljára Varga Zoltán aratott magyar győzelmet 2014-ben. Az idei magyar versenyző Bakos Gábor az egyes rajthelyről indulhat majd Kemír nevű lovával, akinek az idei lesz az első futama. Most találkoztunk először, ő is más lovashoz szokott, ugye én inkább a telivérekhez, az angol telivérekhez vagyok hozzászokva, de aztán meg úgy éreztem, hogy egy kicsit idegesebb volt, hogy amikor így a tömegével voltak, de utána szépen letette magát. Ez szerintem inkább egy ilyen kezdeti druk nála is, hogy majd mi lesz belőle. A délelőtti előfutamokból a legjobb 3 versenyző juthat majd be a délutáni döntőbe. Emellett újra lesz kis huszárvágta, kocsitoló verseny és csikós bemutató is.
Én azt gondolom, hogy megpróbáljuk azt adni, ami a nemzeti vágta, egy olyan értéket, egy olyan élményt, ami semmilyen nem hasonlítható, ezt mindenhol ismerik. Ugye a nemzetközi futam azért hírét vitte nem csak Magyarországon, hanem a határainkon túl is, sőt Európán túl más földrészekre is. Ennek próbálunk eleget tenni, hogy idén is egy nagyon jó, emlékezetes 14. nemzeti vágtán legyünk túl. Biztonság, esélyegyenlőség a verseny mottója a kezdetek óta. Ezzel indul a 2021-es nemzeti vágta is, szombaton délben a Hősök terén. Megnyílt Ballum Viktória Szavakon túl című kiállítása a Magyar Villamos Művek Budapesti Székházában. A megnyitón a külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, számos egyéb terület mellett a kultúra is a koronavírus járvány vesztesei közé tartozott, márpedig az élet újraindulásában ennek is fontos szerepe van. Itt az újraindulásban, az élet újraindulásában a kultúrának nagy-nagy szerepe van. Mi magyarok ugyanis büszke nemzet vagyunk, büszkék vagyunk a kultúránkra, a nyelvünkre, az örökségünkre, a hagyományainkra. És amikor a kultúrát ünnepeljük, amikor az alkotást ünnepeljük, akkor egy kicsit ünnepeljük ugye magunkat is. Nemrég zárult a dubai világkiállítás megnyitó ünnepsége. Az expót tavalyról halasztották el, ám az érdeklődés nem apadt iránta. A fél évig tartó rendezvényen 192 ország mutatkozik be, 25 millió látogatóra számítanak majd. A fő témák idén a lehetőség, a fenntarthatóság, valamint a mobilitás, a cél pedig, hogy közös gondolkodásra sarkalják a különböző nemzeteket. Csütörtök este beduin dobosok hagyományos emírségi zenével fogadták az expo megnyitójára érkező vendégeket. Mindenki az Al-Wasl kupolába sietett. Ez Dubai ősi neve, arabul kapcsolatot jelent. Sokan még a jövő Eiffel-tornyának is nevezik. A 67,5 méter magas és 130 méter széles kupola több mint 1000 különálló ívelt acélszelvényből áll, amelynek felülete 360 fokos vetítésre alkalmas. Jelenleg ez a világ legnagyobb ilyen szerkezete, és most először teljes pompájában mutatkozhatott be. A világkiállításon résztvevő országok zászlóinak bevonulása alatt a földgömb is kirajzolódott a kupolán. Aztán a világ minden tájáról érkező több tucat gyerek részvételével felhangzott az expo hivatalos dala, majd a vendégeket a tolerancia miniszter üdvözölte. Ma megosztjuk a világgal a leckét, amit megtanultunk. A legfontosabb az, hogy az elmék összekapcsolásával képesek vagyunk olyan messzire jutni, amit mások lehetetlennek tartottak, mondta a miniszter, utalva a Dubai Expo mottójára, amely úgy hangzik, összekötni az elméket és megteremteni a jövőt. Világkiállításokat 1851 óta rendeznek, de most először tartják ezt a Közel-Keleten. Ez a világ harmadik legfőbb gazdasági kulturális eseménye, amelynek ezúttal a három fő témája a fenntarthatóság, a mobilitás és a lehetőség. A világkiállításon idén 192 ország vesz részt, köztük Magyarország is. A magyar pavilon várhatóan több mint 35 kulturális rendezvénynek ad majd otthont. A látogatók több száz magyar kézműves gasztrotermékkel is megismerkedhetnek. Az expo helyszíne több mint 4 négyzetkilométernyi sivatag volt, amikor a 2015-ös milánói expo után Dubajt választották a kiállítás következő helyszínének. Csak nem 7 milliárd dollárba került, és több évbe a pavilonváros megépítése. A legnagyobb kihívás továbbra is a koronavírus járvány miatt bevezetett utazási korlátozások jelentik. Minden 18 év feletti turista az országba csak védettségi igazolással vagy negatív vírustesztel léphet be. Ennek ellenére Dubaj az elkövetkező fél évben 25 millió látogatóra számít, kétszer többre, mint az ország lakossága. És Dubajban követi az eseményeket tudósítón Konsicki Zoltán. Szervusz! Hát mi várja azokat, akik ellátogatnak a következő hónapokban az expóra? Szervusz, jó estét kívánok! Nem sokkal ezelőtt ért véget az ünnepség itt az expó területén. Az a kék ott mögöttem a magyar pavilon. 1 millió látogatót várnak oda.
Egyébként azt el lehet mondani, hogy itt a világ legnagyobb showjáról beszélnek a megnyitó kapcsán, és kijelenthető, hogy itt nemzeti ügy lett az Expo. Egyrészt ez az első világkiállítás a Közel-Keleten, azon belül is az arab világban. Másrészt ezzel az egy év halasztással, amely a koronavírus járvány miatt vált szükségessé, úgy jött ki a lépés, hogy pont egybeesik az Expo az ország függetlenné válásának 50. évfordulójával. Harmadrészt pedig egyszerűen gazdasági értéke, turisztikai vonzerőt látnak az Expo-ban. Mint az anyagban is elhangzott, 25 millió embert várnak ide a következő 6 hónapban, és emellett még azt a nagyra törő célt is kitűzték, hogy azt szeretnék, hogyha ennek a 25 millió embernek a 70%-a külföldről érkezne. Erre egyébként még soha nem volt példa az Expo történetében, hogy ilyen nagy arányban legyenek külföldi látogatók a világkiállításon. Ebből a szempontból kihívást jelenthet az, hogy koronavírus járvány közepette rendezik az Expót. Valóban például Magyarországról indulás előtt friss tesztet kell felmutatni, mielőtt az ember felszáll a repülőre, és akkor utána érkezéskor ugyanúgy tesztelik, egy ugyanolyan PCR tesztet elvégeznek az emberen, és az Expóra is csak oltási igazolással vagy friss PCR teszttel lehet belépni, amit egyébként itt a belépőjegy birtokában ingyen végeznek el. Viszont nagyjából 4 óráig tart, és emellett még mindenhol maszkot kell viselni. Konsicki Zoltánnak köszönjük szépen! Ítéletidő pusztított több európai országban is. Tornádó söpört végig a németországi Kielen, több embert súlyos sérülésekkel vitte kórházba. Olaszországban és Szlovéniában villámáradásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. Több helyen járhatatlanná váltak az utak a magas vízállás miatt. A szlovén fővárosban 500 épület rongálódott meg, egy színházat is evakuálni kellett. Európában szokatlan látvánnyal szembesültek a németországi Kiel lakói, pusztító tornádó csapott le a kikötő városra. A forgószél végig söpört a Balti-tengernél fekvő város központján végighúzódó öbölben. Egy csoportevezős éppen a hajójával foglalatoskodott egy mólónál, a forgószél pedig besodorta őket a vízbe. Szemtanúk szerint többen utánok ugrottak, és végül mindenkit sikerült kihúzni. Sok embert a parton sodort el a szél, másokat repkedő törmelék talált el, többen megsérültek, 4 embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A vihar számos épületet megrongált, és az elektromos hálózatban is kárt tett. A mentési munkálatok több órán át tartottak. Nagyjából 60 tűzoltó és mentő dolgozott a katasztrófa sújtotta város részekben. Gumicsónakkal mentették az autósokat a tűzoltók az észak-olaszországi Forli városában. A térségen csütörtökön reggel vonult át egy vihar, amely nagy mennyiségű csapadékot hagyott maga után. A víz majdnem az autók tetejéig ért, az utasokat így az ablakon át emelték ki. Ljubljanában szerda este okozott fennakadásokat a heves esőzés, helyenként még a buszok sem tudtak haladni a magas vízben. A szlovén fővárosban több mint 370 alkalommal riasztották a tűzoltókat elakadt autókhoz és elárasztott pincékhez. Hatalmas mennyiségű eső zúdult, de nagyon rövid idő alatt. Rengeteg segélyhívást kaptunk, ezért a diszpécserek nem tudtak minden bejelentést azonnal felvenni. Dicséretes, hogy végül mégis minden segélykérést sikerült továbbítaniuk, így be tudtunk avatkozni, ahol csak lehetett. Nyilatkozta egy tűzoltó. Ljubljanában több mint 500 épületet rongált meg az áradás. A szlovén nemzeti színházban le kellett állítani az esti előadást, miután az eső patakokban folyt le a lépcsőkön. Hatalmas felhőszakadás volt az Őrségben tegnap este. Bajánsenyén a víz épületekbe tört be, volt, akinek el kellett hagyni otthonát. A villámárvíz elsodort egy autót is, valamint állatokat is ki kellett menekíteni egy gazdaságból. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék nyomai még ma is látszottak a Vas megyei településen. A házak udvarain, az utakon és az árokban is állt még a víz. Az elhárítási munkálatokat hivatásos és önkéntes tűzoltók végezték. Elsősorban vízeltávolítási munkákat végeztek, több ingatlanban is eltávolították a vizet. Ezen kívül volt olyan hely, ahonnan egy idős személyt ki kellett menekíteni, mert a házába befolyt a nagy mennyiségű víz. Ezen kívül a lenti hivatásos tűzoltók még egy gazdaságban is közreműködtek, 30 szarvasmarha kimenekítésében gyakorlatilag.